Érkeznek a fehérváriak, akik ebben a szezonban is nyernek aranyérmet, méghozzá a Magyar Kupában. 3 évet követően tudnak ismét diadalmaskodni. A klub történetének ez a 10. kupa győzelme, és most már elmondhatjuk azt, hogy csupán a Ferencváros, valamint a Dunai Város együttese rendelkezik több kupa győzelemmel. A Fradinak 14, a Dunai Városnak pedig összesen 11 kupa sikere van. A fehérvári drukkereknek is lesz tehát okuk az örömre, mint ahogy jó 9 nappal ezelőtt a miskolciaknak, akik ugyanitt a Tüskecsarnokban ünnepelhették a MOL Liga győzelmet. Érkezik Manavian is, aki megkapja az aranyérmet. Soltész Miklós adja át egyébként a főszponzor képviselőivel együtt az érmeket a fehérvári játékosoknak. Egy hosszú szezon után van a csapat, talán nem úgy alakult az EBL-ben, az osztrák ligában a szereplés, középszakaszt követően nem sikerült bekerülni a playoffba, ezúttal 2 remekül alakult szezont követően a fehérváriaknak, de hát reméljük, hogy majd ősztől az EBL-ben is akár mondjuk egy másik csapattal közösen sikerül a playoffba kerülés. És hát innentől kezdve azért azt hiszem, hogy a válogatott játékosoknak már pedig nagyon-nagyon sokan vannak a most jégre lépettek közül, akik ott vannak a bőkeretben Richard Romász kapitánynál. Az lesz a legfontosabb, hogy Szentpétervárot méltóképpen képviselje a csapat majd a magyar jégkorongot. Ebben a bajnokságban, itt a Magyar Kupában ez sikerült. Azt hiszem, hogy egy nagyszerű klubszezon zárhatunk le, és reméljük, hogy az M4 Sporton önök is szívesen nézték a mérkőzéseket, jó csatákat láthattunk, különösen a MOL Liga elődöntője volt emlékezetes 4-3-as MAC győzelemmel, de a DVTK Jeges Medvéknek is volt okuk az ünneplésre, sőt, hát ugye megnyerték a bajnokságot és a MOL Ligát is egyben, a fehérváriak pedig a kupát nyerték meg. Az összeállításukat gyorsan elmondom: Antonin Manavian, Szirányi Bence, Kocsis Ferenc, Bartalis István, Penk András, Varga Arnold, Nagy Gergő, Bece Tihamér, Kovács Csaba, Reiter Richard, Hetényi Zoltán, Rajna Miklós, Ryan Martinelli, Andrew Sarauer, Orbán Attila, Kevin Wirsz, Brenz Orbán, Sikorcin Ladislav, Sárpátki Tamás, Chris Bodo és Chris Francis, valamint Vince Péter mai mérkőzéslapon szereplő játékosok, de hát nagyon sokan voltak, akik ugye játszottak még ebben a szezonban a csapatban, a MOL Ligában, és Benk András pedig a magasba emeli majd a kupát, nem túl nehéz egyébként, nagyjából 2 kiló a súlya, és Frank Bennem is érkezik, aki ugye az utolsó szezonját töltötte Fehérváron klubszínekben. Többiek így a kupával együtt búcsúztatják előtt fehérvári csapattól. A miskolciak pedig tiszteletkört tesznek, oda mennek a szurkolókhoz. Ezúttal nincs akkora ünneplés, mint a bajnoki döntő után. Jason Morganék azonban így is elégedettek lehetnek ezzel a szezonnal, a 2015-16-os bajnoksággal. És hát ki tudja, hogy merre vezet majd az útjuk. Nyilván ők azért valamennyire sejtik. Jégkorong barátok pedig majd a következő hetekben, hónapokban megtudják, hogy miként alakul a MAC, valamint a DVTK sorsa. Lesz EBL-ben folytatás valamelyik másik magyar csapatnak osztrák ligában. Kovács Csaba is emelheti a kupát, ő már tagja volt ugye a 2013-ban győztes együttesnek is. Mi pedig megyünk tovább egy értékeléssel. Igen, ott van Szekeres Péter kollégám. Köszönöm szépen, Tamás. Elképesztő nagy győzelem volt. Mivel volt nagyobb a csapata? Congratulations for the wins. What was the difference between the two teams today? Well, I think there was a two really good hockey teams on the ice tonight. And yes, no wonder Miskolc, they won the MOL League. They played hard and they did what they could. And the final result doesn't lie. In the end, we were a better hockey team. Két nagyon jó csapat, két kiváló csapat találkozott ma a döntőben. A Miskolc bebizonyította, hogy nem véletlenül nyerte meg a MOL Ligát, azonban a két liga közti különbség kijött a végén, és ma ők voltak a jobbak. Oké, köszönöm szépen, Levente. Elengedjük az edzőt természetesen, mert szeretne ott lenni a Magyar Kupa képen. Úgyhogy ahogy van riportalanyom, visszakérem, Tomi. Hánu Jervenpe kedvéért azt hiszem, hogy újra összeállnak majd a csapat fotóra. Az edző is rajta szeretne lenni. Martinelli viszont a kupával foglalkozik elsősorban, ő is magasra emelheti. Itt pedig az elégedett székesfehérvári drukkerek. Nekik nem kellett olyan messzire utazniuk, na csak összeáll az a fotó még egyszer. Oda csúszik mindenki, és ott van Jervenpe mester is. Ezek azok a pillanatok, amiket nem lehet nyilván visszahozni, és ahogy többször is elhangzott itt a közvetítésben, ez a csapat így légiósokkal, játékosokkal együtt valószínűleg ugyanilyen formában nem lesz többet együtt majd, hiszen a jégkorongban azért a szezonról szezonra történő változás nagyon benne van a sportágban,
lesznek nyilván új igazolások, lesznek akik távoznak, lesz aki majd befejezi, például ugye Frank Benem. De hát minden szezon új lehetőségeket tartogat majd, és a fehérváriak pedig abban bíznak, hogy esetleg majd a MOL ligában sikerül döntőt játszani, és egy sokkal jobb EBL szezonban is reménykedhetnek. Jenes Dávid pedig DVTK kapusa, ott van Szekeres Péter mellett, halljuk, ő miként látta ezt a Magyar Kupa döntőt. Köszönöm szépen, hogy a fehérvári játékost egyelőre nem könnyű idehozni, mert ünnepli a közönség őket. Remekül védtél az egész rájátszásban, nem sikerült megnyerni a Magyar Kupát, de az ezüstéren megmondom, legalább olyan boldogok vagytok. Így van, ugye a rájátszásra sikerült megnyerni, itt a Magyar Kupába, hát úgy mondanám, nem volt szerencsénk, az első harmadban nagyon keményen rámentünk a volánra, és így egy-egyel lejöttünk, de ezt nem bírjuk ezt a tempót végig tartani. Úgy gondolom, a végre mindenki elfáradt, de nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy végig küzdöttek. Érezni lehetett a kapud előtt azt a különbséget, az osztálykülönbséget, amivel ők mondjuk az EBL-ben játszanak, ti pedig a MOL ligában? Határozottan jobb csapat nyilván, mint a MOL ligának a túlnyomó többsége, sőt mondanám, a legjobb lenne itt a MOL ligában is, de nagyon jól védekeztünk, én úgy gondolom. Voltak olyan pattanók, amik valamikor nem mennek be, most bementek, ilyen kétes gólok, és hát így alakult ez a meccs. És azt hiszem, hogy rengeteget lehet tanulni egy ilyen vereségből is, mert ritkán játszik az ember ennyire hajtós, kemény meccset. Így van, nagyon sokat lehet ebből tanulni. Nyilván nem ismertük annyira az ellenfelt, mondjuk a rájátszás, nem tudtunk belőlük készülni, de ugyan nagyon jó meccset látott itt a közönség. Köszönöm szépen, Dávid, és gratulálok az aranyéremhez és a Magyar Kupa ezüstéremhez. Tomi, tiéd a szó. Jó mérkőzés volt valóban, és azért egy pici ízelítőt is kaphatott most a miskolci csapat az EBL szintből. Szükségük is lesz erre, hiszen hogyha szeretnének nemzetközi porondra is kilépni, olyan vonatkozásban, hogy akár a szlovák extraligában, akár pedig az EBL-ben játszanak, akkor azért hasonló színvonalú, hasonló tempójú mérkőzésekre kell majd számítaniuk. Önfelett ünneplés a fehérvári csapatnál, erre nem nagyon volt módjuk ebben a szezonban. Martinelli jár élen, ebben ott van Varga Arnold is a bulizók között, és Kovács Csaba is értékeli most már a Magyar Kupa győztes csapat idei szezonját és a mai döntőt is. Így van, azt hiszem, hogy ez, hogy most ünnepelni tudtok azért a szezonban, ez nagyon kijár, de erre nagyon vágytatok, hogy végre legyen egy sikeres évetek, és legyen egy sikeres zárás. Így van, nagyon nehéz szezonon vagyunk túl. Szerettünk volna a szurkolóinknak, a városnak, a vezetőségnek, a többi csapatnak bebizonyítani, hogy többre vagyunk képesek, hogy az elmúlt két szezonban ez nem sikerült. Amikor nyertünk sorozatban volna a bajnoki címeket, akkor nem gondoltam volna, hogy még ennyire nagy örömet fog ez nekünk okozni, de ez a jégkorongnak az ünnepe volt, és el kell ismerni az ellenfél csapatokat, a Maccot, a Debrecent, a Miskolcot, mert nagyon-nagyon jó játékerőt képviseltek, és nagyon-nagyon sokat fejlődött ez a magyar jégkorong, úgyhogy nagyon nagy öröm számunkra, hogy így tudtunk nyerni. És nagyon fontos volt ez a győzelem, nehéz lehetett úgy pályára lépni, hogy a szakvezetés azt mondta, hogy minimum az arany. Így van, évek óta küzdöttünk ezzel a szituációval, és nem igazán oldottuk meg jól, mi ezzel gyakorlatilag csak veszíthettünk. De nagyon-nagyon alázatosan dolgoztunk már másfél hónapja is, és meghozta a gyümölcsét. Dolgozzatok tovább ugyanígy a válogatóban, és gratulálok a sikerhez. Tomi, megint tiéd a szó. Különböző kis csoportképek is elkészülnek. Ha jól láttam, akkor külön a légiósok fotózkodtak a Magyar Kupával, aztán nyilván azok, akik jobb barátságban voltak egymással, még kisebb csoportokban is külön fotókat készítettek. És hát nyilván ugye válogatott lesz majd innentől a fókuszban Benk Andrásnál is, aki most értékel majd. Azt hiszem, hogy egy C betűvel kapitányként a Magyar Kupa győzelemre vezetni a csapatot, ez egy remek érzés, meg az, hogy most a közönség tud végre titeket ünnepelni. Igen, nagyon örülünk neki, hogy sikerült nyernünk, ahogy már beszéltünk pár napja, hogy tavaly nem sikerült, ezt most ígyen összehoztuk, úgy gondolom, hogy mindenki komolyan vette, oda tette magát teljes mértékig, és meg volt az eredménye. Egy gólt kaptunk, azzal lehet meccseket nyerni. És olyan mérkőzés volt, azt hiszem, ami a Magyar Kupa döntőjéhez abszolút illett. Egy nagyon komoly, nagyon jó irányú mérkőzés volt egy jó csapat ellen. Szerencsére most mi voltunk a jobbak. Mivel voltatok ma jobbak? Hogy érzed? Én úgy gondolom, hogy nagyon összeszedett csapat voltunk, a taktikánkhoz hülyek voltunk egész 60 percen keresztül, és értékesíteni is tudtuk a helyzeteinket. 4 gólt lőttünk, ami szerintem elfogadható. 4-3-4 góllal lehet meccseket nyerni. Nehéz kapitányként egy ilyen mérkőzésen, amikor azért nagy teher van rajtatok, mert várják tőletek a győzelmet. Nehéz kapitányként helytállni? Én nagyon élveztem ezt az egész hétvégét, sőt az utóbbi 8-9 meccsen én voltam a kapitány csapatnál. Én nekem nem volt nehéz, én azt mondom, hogy élveztem, és szerencsére jó vége lett, úgyhogy remélem, hogy sok ilyen lesz az életemben. És a vége a jó, ugye, hogy a szezonnak egy jó vége van. Ezt szerettük volna, igen, egy kis mosolyt csalni a szurkolók, a vezetés és persze a csapattársai arcára, és úgy gondolom, hogy ez sikerült. És a mosolyt van a ti arcotokon is, gratulálok. Szépen. Neked.
Tomi, ismét tiéd a szó. Széles mosolyt láthatunk a lelátón is, hiszen elég komoly tábor kísért erre a fehérvári csapatot, erre a Magyar Kupa döntőre. Fehérvári drukkerek is nagyon sokat tettek hozzá ehhez a szezonhoz, hiszen mindig kiváló hangulatú mérkőzések voltak az Ebelben. Ha jól emlékszem, talán az ötödik legnagyobb nézőszám volt a hazai mérkőzéseken, rendre 3000-en voltak kint a Raktár utcában, a hazai meccseken. És hát meglátjuk majd, hogy következő szezon miként alakul, mondjuk például Rajna Miklós számára. Közönség kiabál folyamatosan, Rajna Miki nevét skandálják. Most akkor megszolgáltátok a közönség egész éves biztatását, és végre ti is tudtok mosolyogni. Igen, nyilván azért jöttünk ide a hétvégére, hogy a szurkolókat valamelyes kárpótoljuk, és a város. Úgy gondolom, hogy mindenki végigharcolt ezt a 120 percet, úgyhogy elégedettek lehetünk. Azért volt dolgot szépen itt a döntőben. Volt persze, mind a két csapat, akivel játszottunk, nagyon játszottak végig 60 percig, sok helyzetet tudtak kialakítani. Egész nagyon jó kis meccsek voltak itt a hétvégén, azt gondolom, úgyhogy mindenki elégedett lehet. Ugye óriási nyomás is volt rajta, hiszen volt, amikor kettős ember előnyben volt az ellenfél, tehát azért dobogott a szíved, gondolom, rendesen sokszor. Hát én nekem sose dobog nagyon gyorsan a szívem, én ilyen nyugodt gyerek vagyok, de igen, sajnos voltunk kettős ember hátrányban. De az ilyen szituációk előfordulnak egy meccsen. Azt gondolom, hogy nagyon jól védekeztünk ember hátrányban végig, úgyhogy sikerült ezt is kivédekezni. És úgy, hogy hátrányban voltatok, a közönség űzött hajtott titeket, tehát belehajtottak titeket a győzelembe. Így van, ahhoz képest, hogy ugye semleges pályán játszottuk ezt a kupadöntőt, nagyon jó hangulatot varázsoltak a szurkolók, úgyhogy ezt nagyon köszönjük nekik.